90 km/h széllel, jégesővel csapott le az ivatar Budapesten szerdán. Városszerte dugókat jelentettek. Hatalmas fákat tört ki, csavart ki a földből a vihar. Az utcákon parkoló autókra zuhantak a súlyos, esetenként fél méter vastagságú ágak. A bokán felüli röhömpögő vízben érkeztek az emberek felmérni a károkat. A legtöbben nem láttak még hasonlót. Az autótulajdonosok kétségbe esetten próbálták letakarítani a járműveikre szakadt ágakat. A kétségbeesést pedig fokozta, hogy a legtöbben nem tudják, vajon megtéríti a károkat a biztosító. Szinte az egész magyar főváros területén szirénázás hallatszott, a mentők, a katasztrófavédelem, a honvédség és a rendőrség is teljes erőbevetéssel dolgozott, több kerületben akadozott az áramellátás, a tömegközlekedés az egész városban lassú volt, a pályaudvarokról pedig nem indultak vonatok.